Üdvözlöm Önöket! Ismét most Önöknek be fogom mutatni azt, hogy felraktam egy Ubuntu 18.04.1-es rendszert. Azért raktam föl, tegnap hazaértem a munkából, és látom, egy két rosszára elmentem, nem volt rendes, lefolyott a gép, és ami gondok voltak vele, és itt látom, fel van telepítve, újra telepítettem, és akkor itt vannak maga sima alkalmazások. Szerintem amik itt vannak, ezek nagyon kevés a mindennapi használathoz. Szerintem ennél jóval többet kellene feltenni rá. Van ilyen több topik, olyan régi számítógépek, vigyék ilyen fél giga RAM-ak, meg egyéb más. Még kisebb annál is lehet állítogatni. Van ilyen beállítás, szerintem legesek azt kellene megállítani. Itt van ez a monitor. Ez a Power Manager. Nagyon egyszerű a kezelhetősége. És akkor itt be lehet állítani. Nosszat, hogy... Ez ennyi lett volna. Itt van, mi van rajta. Rajta van egy Firefox. Bitgain. Transmission, live hit. És akkor most a legfontosabb, amit fel kell rakni rá, az a Google Chrome. Vani kell rá, ameddig lementi. Tovább mugottagatom a maga a rendszert. Van ilyen kombináció, Ctrl plusz T. Megjelenik egy terminál. Csak itt jobban láthatóvá tegyem, állítok rajta. Láthatod, legyen, mit irkálok. Már jobban is lát, ki lehet nézni. Például sudo. Na, így. Na, jobban is lehet állítani rajta. A háttérszín. Ez a háttér maradjon fekete.
hűni, vagy ki se nézve, mit is írok oda. Tudod átállítani a betűnek a nagyságát. Ezen 6-ra is fel lehet rakni. Van ilyen opció, hogy look and feel. És itt lehet használni ki témát. Ikon témát is egyéb mást külön. A lehet állítani még a panel beállítást is. Tehát tettem, mekkorák is legyenek. Google Chrome. Rakjuk, hogy nyissa meg. És akkor itt van, el kell feltelepíteni.
nélkülözhetetlen. Kell egy kicsike reklámot csinálni. Feltelepíti. Őszintén szóval, azt is elárom önöknek, én nem szeretem a maga Firefoxot. Régebben nagyon jó volt, használható volt, volt benne egy pár funkció, ami kellett belőle szedve, és ez miatt átmentem most egy időre a Google Chrome-ra. Itt volt a beállításoknál. Volt egy olyan alkalmazás, hogy settingné, hogy volt olyan, hogy nem kellett elfogadni ezt, hogy legyen itt kukokat, egyszerűen még infókat, amit megosztanak, nem volt olyan, hogy be lehetett állítani, hogy ne jegyezzen semmit senek, és most már egyszerűen nem akar működni az oldalak vele, mindjárt meg is mutatom, ebben a probléma. Itt van Mozilla, a Google. És mutatom, és most például újraindítom. Akkor rámegyek, hogy Facebook. Rákikkelek. Például. Vérok valamit, és nem fog beengedni. Nem tudok bejelentkezni, mert az odának a ilyen kukok, nincsenek bekapcsolva, az annyit tesz, hogy azok le tudják nézni, hogy én mit csinálok. Bármikor. És vagy mégiscsak működik. Múltkor nem működött. Most nem működik, nem tudom mi. Állandóan menti. Nem, ha mindegy, akkor most működik, vagy nem tudom. De hivatalosan be akarok lépni a Facebookba, akkor nem enged be, mert be kell kapcsolni maga a kukakat, és ez miatt a egy időre a Firefoxot száműztem, helyette volt az a Palemon. Az is olyan, mint a Firefox. Volt régebben, most már nem olyan. Jó van, fel van rakva a Google Chrome. Most elindítom a Google Chrome-ot. Fontos alkalmazás. Legyen egy kicsi reklám is. Dóba. Milyen lassan akar elindulni. Addig állítok rajta maga a rendszeren. Van ilyesmi, hogy lehet látni? Preferences, display. Ezen elfogadta, most nem lépek be. És akkor beállítom azt, hogy
legyenek ikonok, nem mutassa. Nem mutatja. A beállítások. Így, né? És akkor tovább mondom, hogy mit is kell feltelepíteni maga a rendszerre, hogy használhatóbbá váljon. Például itt vannak ezek a nagyon jó konvertáló alkalmazás, az a Win. FF. Pont leírja, hogy kell feltelepíteni. Én kaján csavabbú szoktam mindig. Itt is van. Lehet. Vagy tovább lehet. Mellé fel kell tenni ezt a debuff codec extra-t.
hiányoznak? Hiányoznak szerintem még az SM Player, meg a VLC lejátszó. Hát szerintem a legjobb ilyen oldalról van telepítve, mert nem ugyanazok a csomagok, mint a az Ubuntu-nál vannak, mert azok nem olyan frissülnek, jobb maga a gyártónak a csomagjai, több funkció érhető el benne, mintha ilyen Ubuntu-s csomagokat raknál föl. Tehát a VLC. Bemutattam maga a funkcióit, szeretnék állítogatni rajta. Tehát ez a default font. És ha nagyobbat akarok, jobban láthatóbb váljanak itt a... Milyen alkalmazások vannak? Szerintem fel lehet rakni nyugodtan legalább 15-re. Szóval nem kell nagyon... Egyterhelni. Ez a logikám vagyok. Lehet az ilyen írás nagyobban nézni. Vagy 14-be. Minek terheljen meg fölöslegesen meg a szememet, hogy tönkre menjen. És már jobban látható, milyen alkalmazások vannak rajta. Nagyobb ikon, meg egyéb más. Nem azt kell nézélgetni, hogy keresgetni a semmibe. Nem arra koncentrálni, hogy kicsi legyen, hanem nagyobb legyen. Nagy ikonokkal. Látható.
felrakja a VLC lejátszót is. Tovább mutatom a funkcióit még. Itt is lehet benne nézegetni. Nyelvválasztás hogyan lehet megoldani rajta. Úgy lehet a legegyszerűbben, hogy hozzá kell adni egy appletot, kiegészítőt. Megtalálható a és látható nekem automatikusan magyarra van beállítva, de hozzá lehet adni több nyelvet is. Például úgy, hogy rá kell ide klikkelni. Setting, és akkor ad. Például szerbia kirill. De nincs benne szerbia latin. Akkor latin akarok írni, akkor az a kroatin lesz. Ok. És akkor itt meg fog jelenni, de adhatok még hozzá. Például hozzá bírom adni a English bütöm van. Ok. Ki lehet választani, hogy melyikkel induljon alapul, miért indulni. Angolul. Ja, akkor up, át. Lehet hozzáadni, levonni. Magyarul legyen. Beállítva. Így. És akkor itt is lehet válogatni. Egy klik. Akkor most angolom van. Akkor most szerben van. Egy kis próbálom. Ugyanott van ennek a T, mint a... Igen, ugyanott vannak a szerb, latin, meg a horvát írás társadalmi mértékben megegyezik. Ugyanott vannak rajta a C, meg a T is a billentyűzeten. Hivatalosan Szerbiában kirillül szabad írni, ezért a rendszer annyira tiszteli a... Ha már nem is lehetett választani már szerb kirillt, hiszen nem szerb latin, csak szerb kirillt lehet. Azt is berakom, megnézni, hogy hogy működik rajta a kirill írásod. Hivatalos, ide kell ráklikkelni, hogy keyboard, és akkor ki lehet választani. Szerbia, beírom, hogy Szerbia. Legelsőnek kijön az, hogy kirill. Ez a hivatalos nyelv írásmód, és ezt tehát a maga a rendszer tisztelve is tartsa, hogy kirill szabad írni. Rose, és akkor most kiválasztom a, itt van a, mert látható, itt kicsikében látható a Szerbia zászlója. Most kirillül fogok írni. Hát igen, ugyanott vannak a kirill meg a latin. Átváltok most magyarra, angolra, alapú magyarom van, és ilyen egyszerűen meg lehet oldani a nyelvválasztást billentyűzetni, de a maga a rendszerhez több nyelvet is hozzá lehet adni. Azt is nem sokára megmutatom, addig tovább telepítem az alkalmazásokat, amiket én gondolom, hogy ilyen újabb számítógépekre nélkül nem lehet meglenni. Most jön a másik kedvencem, ez a videó konverter. Össze lehet rakni, hangsávokkal lehet hozzáadni, az az Open. Nem Open a neve, hanem... De, Open. Shoot. És akkor itt van az oldal. Van ilyen ROM file. Itt jobban mondván csak a csomagot szoktam. Azt mondja, de Debian-os csomagot. Legegyszerűen lehet feltenni, hogy beírom, hogy sudo
Install open shoot. Ja, rosszul írtam be. APT. Shoot, így. Ez kicsit tovább fog tartani. Nem találtam még. Ah, tényleg open shoot. Addig tovább mondom, hogy is lehet ezzel több nyelvet is hozzá lehet adni maga a rendszerhez, hogy háttérben itt dolgozzon, töltögessen. Úgy lehet, hogy itt van Language Support, rá lehet kikkelni. És akkor itt ki lehet választani, hogy mit is akarok hozzáadni. Install, vagy letölt, telepítés, vagy nem. És akkor itt vannak a nyelvválasztás lehetőségei. Ki lehet választani az afrikait, Albániát, arabot, csehet, egyéb más nyelveket, magyart. De ráklikkelek, hogy magyar. És akkor ráklikkelek. De tovább is ráklikkelni. De ha akarom, akkor szerb nyelvet is felbram rakni rá. Szerbián. És akkor itt van. És azt mutassa, itten mutatja, hogy két nyelvet fogok feltelepíteni rá. Magyart és szerbet. Éppen most nem fogok rá. Várom azt, hogy letöltse az OpenSUTE-ot. Nem sokára visszajövök.
És vagyunk? Látom, még nem töltöttem még le teljesen az alkalmazásokat. Hét percig tölti. Akkor itt van maga a nyelvválasztás. Több nyelvet hozzá lehet adni, vagy ha én akarok. Hozzá bírok adni például németet és románt, akármilyen, és itt lehet válogatni. Ki? Legyen, akkor mutatok más funkcióját is neki. Szerintem eléggé hasznos még. Mi van? Itt van maga frissítést. Egy gombnyomással el lehet végezni rajta. De egyébként most nem lehet, mert út joga megy a maga telepítések. Nézzem, hogy egyáltalán működik a VLC. Vaj. Most működik, rendes sikon. És itt van, hányos verzió van rajta. 3.3-as. Hivatalosan, hányos verzió van. Három pont négy. Ez van. Hogyha maga a rendszernek a szerverő van letöltve, és ott még csak 3.3-as van. Itt már 3.04-es legújabb verzió. Lehet hozzáadni ilyen skineket, ez régebben nem volt. Nem emlékeznék rá. Szerintem az fölösleges. Tovább, mi is van rajta? Itt van még. Minden FF működik? Hát úgy látszik, hogy működőképes még. És itt van több formátum, amivel ki lehet konvertáltatni. Van ilyen Google formátum. For Android. 2.3. Eléggé régi alkalmazás. Van sima Office-ok. Vannak ilyen setup info. Megnyom ezeket a billentyű kombinációkat, hogy mik jönnek elő. Például Alt Tab, itt lehet váltogatni az alkalmazásokat. F11, akkor nagy képernyő. Szépen lassan letölti. Ez is van rajta lesz, addig most csak úgy mutatom a funkciókat. Mi
hogy ez a maga az alkalmazás sok minden van, aminek kell lennie. Van ilyesmi nyomtató beállítás, azt mondja, is mutatom. Mi történik? Hozzá lehet adni. Egyszerűbb, ha azt kell, hogy nagyok. És itt van. Bérkelén ez a lokálhoz 2.631. És akkor itt sokkal jobban lehet hozzáadni ilyen nyomtatókat. És akkor ki lehet választani, milyen nyomtatót akarok hozzáadni. Bírok ilyen PDF nyomtatót is csinálni. És tudom azt, hogy lehet. Rákikkelek. Nem talál. Azért, mert más használja a terminálom root jogot, és így akkor nem bírok rajta más alkalmazásokat feltelepíteni, de ide így kell ezt csinálni. Majd azt megmutatom ezt a részét is neki. És maga a caps, itt van ez a nemes Apple Inc. Apple fejlesztése. Hát, meg is van jó fejlesztve is. Nyomtató kezelő. Szerver. Egyéb más. Maga a rendszer oldala az Ubuntu. Pont. Mi? És lehet tölteni. És van ilyesmi például blog. Milyen újság is. Tehát én nekük ilyen problémát feletelkedni a kapcsolatot, és akkor meg lehet írni, hogy mit akarsz, lehet tőlük kérdezni, és majd ők válaszolnak rá. Mit is akarsz? Nem úgy, mint a Microsoftnál, várod a hibajavítást, itt bírsz nekük írni, és akkor vissza is írnak rá. Van ilyen tippek. Lehet az órát elítani. Három D deszkop. Clock. Digitális óra beállítás. Milyen formátumban akarod látni? Év. Egyéb más. Itt van például így beírod ezt, akkor így látod, hogy december van, óra, idő, dátum, minden. Aerosna, egyéb más funkciók vannak benne. Ilyen hasznos linkek. Van ilyen webchatük is. Belépek, legyen a név, sima felhasználó, vagy legyen maga a csatornák a neve. I am not robot.
ki kell válogatni ezt a kerékpárok vannak. És látom a maga a kerékpárt. Máshol már nem látok. Te nem látok. Na, most ha beengedett. Nem engedett be. Épp mindegy. Jó, felrakta ezt a... Most tovább mutatom egy pár egyes funkcióit még. Visszatérünk maga a nyelv beállít, a nyelvet hogy lehet beállítani rajta. És akkor itt van, hogy lép, kilépés. És itt van ilyesmi, hogy és itt nem baj az, ha egy nyelven van feltelepítve, többet is hozzá lehet adni. Mindig több tárhely fog lenni. Te tölti. És itt van. Most ilyen magyar nyelvet hozzáadja automatikusan. Hát az van fő nyelv, az van kiválasztva billentyű nyelvnek, és hozzá akarja adni a magyar nyelvet is. Maga a rendszerhez. Hozzáadom a más nyelvet, adok hozzá a szerbet. Megjelölöm. Próbálok hozzáadni szlovákot, akármilyen más nyelvet is. Például németet is. Most se hozzáadom a szerbet. És mi fog történni? Most letölti. Ennyi lett volna.
Itt van Strupski. Latin. Most automatikusan menüvel minden. Nem magyarul, hanem angol jelennek meg, és akkor én akarom, hogy magyar legyen. Nyelvállításnak ennyi volt a része. És akkor, mert hogy nehezen be lehet állítva, hogy szerintem mi kell maga a rendszerben legyen. Ez is, hogy van ez a GDB, Firefox, Google Chrome, Office-ba lehet felrakni még a másik csomagot is, például nem OpenOffice, hanem LibreOffice, Blender, Paint, kiadtam a Gimpet, az is eléggé fontos alkalmazás, szerintem. A Google Chrome. Egy kicsike reklám. Tovább reklámozza maga a Google-it. Itt is akartam megemlíteni azt, hogy itt automatikusan ki van kapcsolva a Firefox-fal. Nem annyira kell. Elméletileg, ha annyira akarod, akkor bekapcsolhatod. Vannak ilyen hálózatfigyelő alkalmazások. Azokat is, hogy működnek. Legegyszerűbben van ez a parancsoros, és azzal lehet figyelni állandóan, hogy netán valaki hekkelne, vagy mégsem nem. Legegyszerűbben, hogy lehet feltelepíteni. Hogy sudo apt be on. Jó, remek kis alkalmazás. És akkor itt lehet figyelni. Bele kell írni, hogy BM van. Itt van, és már láthatóvá is válik maga a hálózat használata. Például ráklikkelek ide, Ubuntu. És akit láthatóvá válik, hogy merre megy az internet. Tölti be az oldalt. Most elméletileg nullát kell mutatnia neki, ha minden be van, ki van kapcsolva. Ráklikkelek ide, és nulla. De nem, nullát mutat, és lehet figyelni a hálózatnak a kapcsolónak ránk, vagy nem kapcsolónak, és itt nulla nullának kell lennie. Most senki nincs. Meg is bír mozdulni maga a rendszer, legyen rajta valami, vagy előbb is megmozdult volna egy kicsikét. Na, itt van maga a rendszer
szerintem ami kell, az ennyi alkalmazás lenne. Nagyon szeretek szerkesztést érdemes megemlíteni. Szóval az alkalmazást, például mint a... LibreOffice. És kellett választani, hogy mit akarom letölteni. Van a depő, 64 bit. Szóval, de szerintem egyszerűen lehet. Több nyelven is el lehet érni, például lehet érni magyarul is, angolul is, de egy más nyelven, például szerbül is. Te rá lehet klikkelni arra, hogy... rosszat indított el. Torrentre kell rá klikkelni. Ja, meg kell csomagolni. És akkor úgy fel lehet tenni. Egy másik videóval ez lenne. Köszönöm a figyelmüket. Ennyiről szólt ma a videó. Lubuntu 18.01 bemutatása. És még milyen alkalmazásokat is kell feltelepíteni rá. Hát szerintem ennyit kell feltenni rá. És egy eléggé használhatóvá válik. Maga a rendszer. Amúgy is használható, de szerintem így sokkal jobban, mutatósabb, egyszerűbben lehet használni. Nem annyira. Nézd ki olyan. Nem is tudom, hogy nagyon nem lehet megtalálni rajta semmit, így jobban meg lehet látni is lehet. Kb. A monitortól ülök a 1,5 méterre. És onnan is látom maga az ikonokat. Meg a... ikon, meg el tudom olvasni a szöveget. Szerintem a szemet nem kell megterhelni, hogy kicsikék rajta az ikonok, az írások rajta. Nehezen lehet olvasni, mert az kifárasztja maga a szemet. Jó, nagyba. Kb. 1,5 méterről nézni a monitort. De akarom, még ennél is nagyobb lehet az írás rajta. És tudom hogyan. Az alap ikont. Itt lehet beállítani, hogy customize, look and feel. És akkor rá lehet arra is klikkelni, hogy 16-osra, akkor még nagyobb az ikon. Ok. Meg vannak ilyen weboldalak is, hogy olyan kicsiknek tűnnek az írások. Nincs kedvem, nagyon, hogy is hívják olni. Rajta ülni. Kicsikét zavaró, hogy itt fönt mennyire nagy az írás. De itt nem ilyen kicsi, de itt van az a Google Chrome-nak a settingje. Beállításai. És akkor itt is kellett választani, hogy mekkora legyen a... az írás. Legyen ennyi, jó lesz. És így mi? Most kicsit nagyobb lett, és már jobban is látom elolvasni. Nagyon terje meg a szemet. Köszönöm a figyelmeteket. Ennyi volt a videónak a lényege. Remélem, hogy önök értették, hogy miről szólt. Arról szólt az egész, hogy felraktam egy Ubuntu operációs rendszert, ami mellé egy már alkalmazást.
ami teljes mértékben ingyenesek. Meg ennél biztonságosabb, de abban nem annyira megyek vele. Szerintem a leggyorsabban maga böngészőn át fertőződik meg a maga a rendszer. Ez olyan gyorsan megfertőződhet, például rámegy arra, hogy online filmeket nézzek, mit nem tudom milyen oldalakra, van ott minden, van bányavadászat, van ilyen zsarolóvírusok is, töltsed azt az alkalmazást. De ugyanez a, ma megjelent a egymás régebbi videóimban is, volt ez a veszélyes a interneten TV filmek nézni. Ott is van ilyen oldal, ráklikkeltem, és kéri, hogy adjam meg a rendszeremnek meg az root jogát, hogy simán webbéjön törni hozzám, adjam meg a felhasználó nememet az operációs rendszernek, meg a jelszavát, hogy ő tovább bírjon kémkedni rajta számítógépen, mindent lebírjon másolni magának, és ezt simán megteszik. Itt van maga az az alkalmazás, hogy lehet figyelni a hálózatot, hogy mi is történik, és ennek az a lényeg annak a programnak, az alkalmazásnak, hogy azt lássák, hogyha nagyon valaki töri, nem nullán áll ez a itten, hogy nem nulla nullát mutat, hanem például azt mutassa, hogy tölti rendesen fölfelé a fálokat, pingeli valaki, akkor vannak ilyen segéd alkalmazások, ilyen tűzfal beállítók, még azt meg említem. UFV. Aztán ez a neve neki, vagy ez az Alloport, Ubuntu ilyen egyszerű alkalmazás, de nagyon valaki már törni fel a rendszert, és akkor pont le van írva, hogy kell, nagyon paranoiás, olyan lehet a maga a rendszernek bekapcsolni a tűzfalat. Most például bekapcsolom, kíváncsi vagyok, hogy lassabb fog lenni a letöltés, vagy nem fog lassabb lenni. Mint rosszul írtam be. Érdekesség, hogy ennél minden más kisebb disztrót használtam, mindig bekapcsoltam a tűzfalat, szerintem itt is be kell, nem árt bekapcsolni. Akkor ma is hívják, ilyen lassabb lesz a letöltések, jóval? Jó, most elfogadta. Most a firewall aktív. Ugyanígy ki lehet kapcsolni, hogy sudo, de van ilyen grafikus része is neki. GUI, akkor eszembe jutott, mi is a neve neki. UF JGV. Ez lesz a ilyen grafikus. Na. Nem lesz ez a neve neki, ha becsesse vagy GUFV. És aki lehet jobban figyelni ilyen grafikus. Sean! Ez ilyen grafikus tűzfal. Mi is történik?
Várom a frissítés. Grafikus része is van neki. Most be van kapcsolva a tűzfa, és akkor itt pont le van írva, hogyan lehet hozzáadni a portokat, hogy mi menjen, mert mit engedjünk be. De van, aki ilyen, a jobban ilyen biztonság, hogy érezni magunkat, vannak ilyen scriptek, a biztonságról beszélnek, lehet állítani rajta. Van ilyen script file, például ki akarod tiltani az ázsiaiakat, az oroszokat, és akkor nem bírnak kénykedni a maga a gépeden. Ilyen komolyabb adatait vannak. Én szerintem a legajánlatosabb az, hogyha semmilyen bankkártya szám, meg ilyen jelszavak nem tárolnak a merevlemezen, mert azt simán ki lehet nézni belőle a rendszerből. Mindegyikből ki lehet nézni. Ennyi lett volna a videó. Remélem, hogy önök értették a lényegét. Az volt az egésznek a lényege. Van ez a rendszer. Hogy kell, feltelepítettem, és hiányoltam bele egy pár alkalmazást, és én most azokat föltettem. És tudom, hogy így használhatóbb, szerintem így kell használni, jó nagy betűkkel, előbb is megemlítettem. Ennyi volt a videó, most már tényleg, szevasztok!